Lendületesen indult a keresztény évad. A szezon első balettpremierje az Epizód 31 című Alexander Ekman koreográfia mozdulatait a társulat tagjai Budapest nevezetességeinél is eltáncolták. Ősszel az Erkel Színházban adott 30 éves jubileumi gála koncertet Kálmándi Mihály és ária estet Ferruccio Furlanetto. Az Opera Café kamerái minden előadás műhely titkaiba betekintést engedtek, sokszor a színfalak mögül tudósítottuk önöket. A próba folyamat kezdetétől követhették az évad első opera premierjének, a Messiásnak megszületését, illetve a Laurencia című balett bemutatásához vezető utat. Láthatták, amikor a darab egyik előadása után a színpadon jegyezte el egymást a két főszereplő, Balabán Krisztina és Majoros Balázs. Interjút adott stábunknak a keresztény farsang sztárvendége, a világhírű grúz szoprán Nino Machaidze. Megismerhették az opera következő évadának, a francia múzsa szezonjának tervezett programját, amely reményeink szerint megvalósulhat a veszélyhelyzet elmúltával. Márciusban a koronavírus járvány miatt az opera törölni kényszerült minden előadását, de az Opera Café adásai ekkor sem szüneteltek. Hírt adtunk arról, hogy március 15-e alkalmából a társulat több művészét kitüntették, Kossuth díjat kapott Berceli István és Kolonics Klára, illetve bemutattuk az opera művészeinek gyakorlását a karanténban és az intézmény minden online tevékenységét.